És sziasztok, én Elcsemek, és vissza is tértem a Medfeather Gameplay-nek a negyedik részével. Az előző rész után Csenge felhívta arra a figyelmemet, hogy ahhoz, hogy a Medfeatherben elérjük a jó endinget, ahhoz kell Mariának a szobájának a kulcsa. Ezt én már meg is szereztem videón kívül. Hol is voltam? Azt hiszem ez az. Tehát igen, már meg is szereztem ezt videón kívül, ugye nem itt hagytuk abba a játékot, de én ide visszajöttem, hogy elvegyem a kulcsot. Itt is van nálunk egy kulcs, és amikor én itt kijöttem, hogy nem egy csomó játékot, egy fura alak eljött erre-balra. Jaj, egér benne volt. És nem tudom, hogy ki volt, de erre jött. Ezért gondolom követem. De jó lenne tudni, hova ment. De, jaj. Oké, megyek utána. Gondolom erre. Ádám, köszön! Kinyitottad nekem az ajtót. Jó, csókolom. Eltűnt a kislány. There's something here. Van itt valami. Valamilyen nyakrendszer? fuck you! I think he was trying to say something. Mint akarna, mintha próbálna mondani valamit. Használtuk a kulcsot. Na igen, és akkor ez volt Mariának a szobája. És itt lesz egy napló. Diary. Ez Maria naplója? Pontosan. Hát olvassuk el, elég köcsökség, de el kell. Úgyis haldok, hogy kit érdekel. Doctor, it has been a year to the day since I came to this mansion. Ő már egy éve, hogy idejöttem ebbe a kastélyba. Nem felejtem el sose azt a napot. Tehát már éve volt, már egy éve volt ez a nap, hogy eljöttem ide a kastélyba. Az... Please. Food. Szegy. Food. Ja, az lenne már ilyen. Kéne nevetnem, de... Somebody. Valaki. Kaja. Valaki. Szegény. Egy jó alany lehet valamiféle munkához. Gyere velem haza, kérlek. Adok neked ruhát és kaját. Hú, az jó. Ja. De itt még olyan gyereknek tűnik, Maria. Hány éves volt itt egyáltalán? Jó sokat eszel valami. Ja, és akkor el kell látnia egy beteget. Maradj itt egy kicsit. Elmondanak, hogy ugye idehoztalak, elmondanak a családomnak. Család? Jó, de csúnya vagy. van egy feleségem és egy lányom, aki 7 éves. Biztos vagyok benne, hogy örömmel látnak, hogy felmélek. Így bezárt dolda. Várjunk csak! Az, aki ott fekszik az ágyon, nem az, aki ide vezetett? Ez a személy olyan, mint én. Öf. Tennem kéne valamit, és akkor gondolom, hogy itt ellátja, és akkor az apám meglátja, hogy jó ilyen orvosos cuccokban. Bű. Meglepődtem. Yes. Mi a neved? I am... Maria. Maria, Micsoda. Szép név. Maria, will you be my assistant? Szeretnél az asszisztensem lenni? Oh!
I do not wish to lose you. Please, stay with me. Well, will you entrust me with the rest of your life? Nem bízom benne, nem pedig megmutatom az életed? Yes. Vagy... Azért, megbízik. Tehát Mária csak azért bízik meg a doktorban, mivel megmentette az életét. Olyan boldog voltam. Olyan boldog, hogy megmentettél. Egyedül voltam. Szeretetet adtál nekem. Azt adtad nekem, amire szükségem volt, és ezért veled maradtam. Hogy élhetnék nélküled? Szeretlek. Doktor! Hát... De nem értem, mert ugye a doktor akkor már... neki már akkor volt egy felesége, Mária pedig még csak gyerek volt, tehát... Pedofília mindenhol. Pont. Sose tudtam eleget Máriáról. Mária is nagyon szereteti apát. Nos, ez igazán érdekes. Takashi! Kérlek, hagyd mentsek nálad. Így. Achieves. És akkor most úgy hiszem, akkor folytathatjuk ott, ahol abba hagytuk. Ugye... nagyon sokat haladtunk a játékba, de egészen idáig vissza kellett jönnöm. De könnyűszerrel visszamehetünk oda, ahol abba hagytuk. De engem még mindig nagyon izgat, hogy ez az öregember hogyan gondolkodott. Én van egy olyan gyanúm, hogy az anyákról beszélt. Ugyanis arra emlékszem, hogy a Medfather vége felé ugye majd döntenünk kell, hogy kit szeretnénk megmenteni, az apánkat, vagy tartsunk az anyánkkal, tehát valami ilyesmi lesz, és ugye hát ez nehéz döntés. Ide be tudok menni? Ó, sötét, nem szeretem. Ah, sötét van. És itt mi van? Woo! Pedig csak az ajtó volt. Here back! Csókolom, ön ugye nem bánt engem, ha? Hát fasz nem! Hát jó. I can't, nem tudok ülegezni. Let go. Oké! Okay. Bitches! Engedj már el, Chestmack! Pasztamack! Köszönöm! Egyre ritmusabb lesz az ujjam, komolyan mondom. Father. Mi? What? Ó, oh, még egy memory. The red-eyed stranger gave Jack the power to curse others. And Jack said, thank you, red-eyed stranger. No, I can get my revenge. Hey, Mom. Yes, Aya? What's father always up to down below? Mit csinálok lent, apa? It's a very difficult job. Ez egy nagyon... nem tudom, nem teszem az a szó. You'll understand when you're older, Aya. Majd megérted, hogyha idősebb leszel. Idősebb leszel. Idősebb akarok lenni, vagy valami ilyesmit mondott. Aya. Whatever happens, you shouldn't hate your father. Bármi történjék is, nem utáltad az apádat. Anya, mi a gond? Of course, I wouldn't hate father. Természetesen nem utálom apát. Értem. Apa? Vagy... Anya, te nem szereted apát? No, nothing like that. Nem, semmi ilyesmi. Én csak szeretlek téged, Aya. I love your father's just as much. Oui! He can be a bit unpredictable. So let's support each other no matter what. Promise? Yeah! No, back to the story. Back to the story. Hát persze! Megígértem anyának. Bármi történjék, megvédem apát, és szeretni fogom apát. Várj rám, apa. Dio!
Azt hiszem, az a neve a gyereknek. Ő mentett meg. Ja, igen, sipelem őket természetesen. Ne aggódj. Ha? Sorry, I gave you a fright earlier. My appearance must have surprised you. Tehát rájesztett még ugye az első részbe. That wound on your face. Was it from my father? Az a vágás az arcodon az apám csinálta? Ne aggódj emiatt. Te is utálod őt, ugye? Szóval jöttem, hogy megmentselek. Menjünk el innét együtt. Nem. Nem lehet. De meg kell mentenem az apámat. Ne menj! Some of those corpses will try to bring you into death as well. Az a sok hulla megpróbál majd téged megölni. Maradj itt is. Nem csak az élet, vagy izé, maradj életben. De megígértem. Nem számít, hogy mi történik. Nem hagyhatom ott apát. Add fel az apád. No, I'm going to save him. Megyek és megmentem őt. Let go! Listen to me! She asked me to do this. She asked. Az anyám? Mistress? What? Mrs. Are you alright? Maria! You bitch! Mistress, why will you not escape? Miért nem menekülsz? Mert apa, hagyd az apádat rám, kérlek. Ígérem, hogy visszaadom őt. Szóval kérlek. El kell menekülni. A kurva anyát! Maria, let me go with you. Hogy menjek veled? Hello! Ott fekszik Dio a földön! Aki megmentett még téged! Tudom, hogy bonyolult, de mennem kell, vagy valami ilyesmi. Oh, it would seem that she's coming to meet me. Úgy hallom, hogy jön, hogy megismerjen engem. Milady, you shall not do as you please. Micsoda? What? Tehát akkor most az anyám eljött, hogy bosszút álljon az apámon? Valami ilyesmi lehet, de wow, mennyi történés! És az... Úristen, komolyan mondom, megőrült, de... Ja, mehetek, oké. Okay. Dio! Please, Dio! Nem mozog, az anyádat. De Mária, miért csináltad ezt? Most itt... Most... Nem értem. Komolyan mondom. Ezt nem kellett volna megtenned. Mert ez túl sok. Mentsünk. És most ott egy... Mizé a falon, de... Tehát nem szabad, hogy meglássanak a babák. Ó, így működik ez, értem. El kell osonnunk mögötte, különben szerintem megöl, tulajdonképpen tudja, hogy ez lesz. Jaj! Jó, az anyád is! Te meg forogsz! Ne! Ah, fuck you! Danke schön, motherfucker! Beren, nem! Folytatjuk a következő részben! Tehát köszönöm szépen, megnéztétek ezt a videót, és szerintem nagyon sok dolog történt a negyedik részben. Megint mentek egyet, hiába, hogy el van mentve. Tehát köszönöm szépen, megnéztétek a videót, én elcsen voltam, hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Hamarosan jövök az ötödik résszel, a téli szünet folyamán szerintem nem biztos, de lehet ki fogjuk játszani ezt a játékot. Tehát köszönöm szépen, megnéztétek a videót, elcsen voltam. Kellemes szünetet és kellemes karácsonyi ünnepeket, még majd jelentkezem egy-két vloggal, tehát sziasztok!